A hatodik hét kezdődött meg úgy, hogy nincsenek labdás edzések, nincsenek meccsek, a Magyarországon is legtöbb sportolót érintő legnépszerűbb sportákban, a labdarúgásban. Tolna megye egyetlen NB1-es csapatánál is a leépülést megakadályozandó, egyéni otthon elvégzendő, a szakmai stáb által egyes játékosokra bontott fizikai edzések zajlanak több mint 40 napja. Aminek természetesen kevésbé örül, a vezető edző Osztermeier Gábor. Szerintem becsületesen elvégzik, nyilván a mérkőzést terhelések nagyon hiányoznak. Május elején lesz egy, egy megbeszélés MLS szinten, ahol talán eldől az, hogy folytatódik a bajnokság vagy nem. Igazából minimum 5 hetes felkészülésre lenne szükség innentől, hogy ennyi, ennyi, kimaradt. Egyes csapatoknál külföldön és idehaza valamiféle kis csoportos edzések kezdődtek el. Pakson ebben egyáltalán nem gondolkodnak, nem is látják értelmét. Sepet sem mellesleg, igyekeznek maximálisan betartani a járványügyi előírásokat, és ferdeszemmel néznek azokra, akik ezt nem teszik. Inkább azok a csapatok edzenek, akiknek sok a külföldje, mivel külföldéket nem engedték haza és tulajdonképpen a csúnyán fogalmazva nem tudnak velük mit csinálni. Szerintem egyelőre felelőtlenség ilyet csinálni, mivel a kormány is efelé tendálja a dolgokat, hogy terüljük a csoportos megbeszéléseket vagy edzéseket. Tehát tulajdonképpen ennek jelenleg semmi értelme nincsen szerintem, mert vannak játékosok, akik nem csak paksiak, hanem mondjuk Pestről érkeznének, ugye a Pest az egy gócpont, most ide esetleg elhozza azt a járványt, akkor tovább terjedhet, tehát ez én szerintem felőtlenség egyelőre. Ostermeyer Gábor meglátása szerint komoly kockázatot jelentene a játékosok részére, ha úgy indulna el mindjárt május elején a bajnokság, hogy nem játszanak több felkészülési mérkőzést a csapatok. Így vágnának bele a szerda-szombat ciklusú, komoly fizikai erőigénybevétellel járó heti két tét meccsbe. komoly komoly állóképesség kellene azt, hogy, hogy bármelyik csapat is ez bírja, illetve olyan rehabilitációs vagy orvosi stáb, hogy vég lemenjen az egy hónap, hogy, hogy hát nem tudom, hát elég komoly kellene ehhez, hogy ezt folytatni lehessen. Nyilván szükség lenne a felkészülési mérkőzésekre is, véleményem szerint, mert ennyi leállás azért se télen, se nyáron szerintem nem volt. Ha a járványügyi helyzet fokozódási miatt mégis lefújnák a bajnokságot, Pakson is fellélegezhetnének, hiszen legalább négy csapat, köztük a PFC is erősen érintett a kiesés ellen folytatott küzdelemben. A tavaly év végén érkező saját nevelésű vezetőedző Amondó, a folytatás, a játék, az mindenképpen kell, bármi is legyen a végeredmény. Ugye a másik körben 16 pontot gyűjtöttünk, az tulajdonképpen a hatodik helyre lett volna elég. Most kezdődött a harmadik kör, ugye most eddig gyűjtöttünk két pontot, a másik körben, amikor átvettem a csapatot, akkor egy pontunk volt ilyenkor, és mégis 16 pontot gyűjtöttünk, tehát tulajdonképpen... Én nem tartok attól, hogy most nekünk kell játszani, örülnék neki, hát erről szól a, a világ. Más csapatoknak is vannak uh, nehéz, so, nehéz meccsei, tehát a Debrecen újpest sincs szerintem jobb paszba, mint mi. Az Ölegerszegnél látszott egy, egy feljövő forma, de jelenleg még csak most értek minket utól, tehát azt se lehet mondani, hogy, hogy mi annyira rosszak lettünk volna. Ha már arról beszélünk, hogy az Alegerszeg milyen jó, egyelőre még mögöttünk vannak. A vírushelyzet oly tűnik, financiálisan nem teszi, nem tenné bizonytalanná a közeljövőt, ami más élvonalbeli csapatok esetében nem biztos, hogy elmondható. Folynak a tárgyalások azokkal, a játékosokkal, akiknek június 30-án lejár a szerződése, és igényt tartanak továbbra is a játékukra erősítés gyanánt neves magyar játékosok leigazolására továbbra sincs szándék és pénzügyi lehetőség sem. Alsóbb osztály fiatal tehetségei vannak a Paks célkeresztjében. Mi olyan labdarúgókat tudunk leigazolni, akinek lejárt a szerzése, tehát szerzésből kivásárolni nem tudunk senkit, és ha esetleg lejárt a szerzés, akkor azokat a játékosokat tudjuk idehozni, akik, akikre éppen a más klub nem ígér rá. Tehát volt erre példa télen is, hogy én szerettem volna egy játékos, de a másik klub többet ajánlott neki, és ezért oda A Paks nem egy nagy büdzséi csapat, ami gyakorlatilag rámutatok egy játékosra, hogy játékos, ahogy hozzátok ide, akkor ide hozzák, hanem pont az ellentéte keresünk mi is a fiatalokat, vagy éppen az MB2-ből főtörekvőket, ilyen volt például a Szélpá Szélpán Orbi, akit Békésobáról igazoltunk, és alapember lett itt a Hát ilyen típusú játékosokat keresnénk, akik motiváltak az m A másfél évtizede lefektetett alapelv nem változik a jövőben sem. Csak magyar, illetve magyar származású játékosok szerepelhetnek a Paksi FC-ben, amiért nem csak idehaza, hanem európai kitekintésben is megsüvegelt csodabogárként emlegetik Tolna megye remélhetőleg jövőre is élvonalbeli csapatát.